nagymama otthon van. De ki a látogatója? A gonosz farkas vagyok! Ügyes vagy, Dani! Ójaj, Dani elfelejtette a szövegét. Nagymama, most bezárlak a szekrénybe. A szekrénybe veled! A gonosz farkas úgy tesz, mintha ő lenne a nagyi. Én lennék a kicsi piroska. Látogatóba megyek a nagyihoz. Bravo, Peppa! Papa, most még tilos fényképezni. Hoppá, bocs, Peppa. Folytasd! Meglátogatom a nagymamámat. Ó, nagyon megváltoztál, nagymama. Milyen nagyok a szemeid. És mekkorák a fogaid. Hű, te tényleg nem a nagyi vagy, hanem a nagy gonosz farkas. Segítség, segítség! De nézzék csak, ki érkezik, épp időben. Pedro a vadász. Segítség, segítség! Épp időben, Pedro a vadász. Pedro kicsit szégyellős. Pedro, szeretnéd, ha én is veled mennék? Igen, kérem. Te a gonosz farkas vagy. Megmentettelek, nagymama. Hurrá! Köszönöm. Bravo! 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 Pedro, nagyon ügyes voltál. Majdnem annyira, mint én magam. Köszönjük, hogy a videó 3000-et választotta. Susie kameráján ezt a gombot kell megnyomni, hogy abba hagyja a dumálást. Köszönjük, hogy a videó... Na végre elhallgatott. Ügyes vagy, Peppa. Akkor mivel kezdjük? Velem! Rendben, Peppa. Hello, Peppa Malac vagyok. Na gyertek csak! Hello, Peppa Malac vagyok. megint! Jó! Hello, Peppa Malac vagyok. Megint! Hello, Peppa Malac vagyok. Megint! Esetleg valami mást is felvehetünk. Megvan. A papa hagyja el a szobát, felveszünk neki valamit. Erre! Papa a konyhában várakozik, míg mama Zsoli és Peppa titkos felvételt készít. Ne les, Peppa Malac! Mindenki csináljon valamit. Zsoli, szeretnéd te kezdeni? Kész vagytok? Megnézhetem a filmet? Kész van. Most már bejöhetsz. Zsoli és Peppa is mutat valamit. Lássuk először Zsoli filmjét. Dino bácsi! Zsoli úgy csinál, mint Dino bácsi. Nagyon félelmetes dinoszaurusz. Ójaj, Zsoli megijedt. Nem kell félni, Zsoli. Az ott nem is egy igazi dinoszaur. Megijedtek Peppa barátai. Candy cica, Suzy Bari, Dani kutyus, Rebeka nyuszi és Pedro póni. Hát sziasztok! Boldog szülinapot, Peppa! Gyertek, gyerekek, kezdődik a mulatság! Hurrá! Hurrá! Peppa Malac felkészül a mutatványra. Peppa, tudod, mit mondasz? Hölgyeim és uraim, bemutatom a hatalmas misztériót. Tudom, papa. Hölgyeim és uraim, a varázspapa. Hurrá! Az első trükköm. Abrakadabra! Ez Teddy! A következő trükkhöz egy segítőre lesz szükségem. Éj!
Csak egyet kérek. Kis hölgyem, te voltál az első. Elárulnád a becses neved? Ne, Suzi Bari vagyok. Jól van, Suzi. Íme három labda. Egy piros, egy kék és egy sárga. Látom. Titokban válasz ki egyet közülük, miközben én elfordulok. Rendben. Na, választottál? Igen. Abrakadabra, legyen a sárga. Nem. Abrakadabra, kék. Nem. Abrakadabra, piros. Igen, a piros az. Hurrá! Hurrá! Igazi varázsló vagy, de mind a három színt mondtad. Ssss, Peppa, ne áruld el nekik. Még egy utolsó trükköt? Igen! Igen! És most mi lesz? Jó napot mindenkinek! Szia, Peppa! Megkaptad a levelet a partimról? Igen, és már válaszoltam is rá. Nagyon jó! Teringettét, milyen sok levél van ma? És ez itt az enyém, és nagyon-nagyon fontos. Nekem küldted, felbonthatom most? A te leveled, Zoé, de mielőtt kibontod, muszáj kézbesíteni, úgy szabályszerű. És mivel ma sok levél van, jobb, ha rögtön hozzákezdek. Zsoli és én is jöhetünk. Persze, pattanjatok be. Sziasztok! Peppa és Zsoli segítenek a postát kézbesíteni. Ez Zoé zebráék háza. Ennek a levélnek a címzettje Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra. Zoé zebra. Zoé zebra. Ha-ha, az összes Zoénak jött. Az az én levelem. Bedobhatom. Természetesen. Peppa szeret levelet bedobni. Mama, nézd! Ez a sok levél mind nekem jött. Ó, ez csodás! Elolvasnád őket, mama? Kedves Zoé, szeretnék elmenni a partidra, Benny kutya. Suzi bárány is eljön a partidra. És Rebecca, Pedro, Emily, Candy, minden jönnek hozzánk. Ez a levél pedig tőlem jött. Az van benne, hogy eljövünk a partidra. Sok-sok puszi Peppa és Zsoli. Mindenki megjött Zoé partijára. Boldog születésnapot, Zoé! Mennyi ajándék! Én tudom, Zsoli, hogy tud buborékot fújni. Mást a pálcikát a keverékbe, aztán emelt fel, és lengest. Buborék! A fucs úgy még jobb. Várj meg! Zsoli élvezi a buborék fújást. Peppa pedig a kipukkasztásukat. Imádom a buborékokat. Ó, jaj, elfogyott a keverék. Papa! Mama! Elfogyott a keverék. Ne aggódj, Peppa. Van egy ötletem. Mama, hozz egy vödröt, légy szíves. Már is, papa. Peppa, te hozz szappant. Már is, papa. Zsoli, te a régi teniszütőmet. Vödör, szappan, teniszütő. Mit csinál, papa malac? Először kell egy kis víz. Aztán szappan. Most pedig kérem a teniszütőt. Köszönöm. És most ezt nézzétek. Papa malac buborékfújó keveréket készített. És most gyertek! Vigyázz, papa malac, nehogy eles! Nem lesz bajom!
mindenkinek van saját akasztója. Ez a tiéd, Emily. Emily a saját fogasára akasztja fel a kabátját. És most, Emily, mit szeretnél csinálni? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Nem is tudom. Talán építőkockázni. És a többiek? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Építőkockázni! Nézd meg oda! Ma népszerűek az építőkockák. Mindenki Emily mellé akar ülni. Emily, rakd az egyik kockát a másikra. Így. Jobb, ha egymás mellé pakolod őket. Ne, így csináld, Emily. Miau. Így kell csinálni, Emily. Ne, Emily, így kell. Mind segítőkészek vagytok. De Emily, te hogy szeretnél játszani? Nem is tudom. Talán így. Hű! Emily elefánt ügyesen épít. Jöhet a játék. Hurrá! Emily, van kedved kint játszani a többiekkel? Igen, van. Megmutatja neki valaki, hogy hol játszunk? Igen, Gazella néni. A szünetben Peppa és barátai a kertben játszanak. Nem tudsz elkapni! Wow. Nagy zaj csapnak. Próbáljuk ki, hogy ki a leghangosabb. Jó, én kezdem. Ez jó hangos volt. A következő Zoé zebra. Zsulival szeretnénk csigásat játszani. Legyenek a kosarak a házaitok. Tessék, most már úgy néztek ki, mint két csiga. Most megeszem, nagypapi, összes érett salátáját. Hé, hagyjátok még én a salátáimat, haszontalan csikadiát. És amikor nagypapi rám kiabál, bebújok a házamba. Megjöttek Peppa barátai. Jó napot, nagypapi! Szia, Suzi! Azért jöttél, hogy Peppával és Zsolival játsz? Igen. Sajnos nem tudom, hol vannak. Csak én vagyok itt, meg ez a két kis csiga. Huncut csigák vagyunk, huncut csigák vagyunk. Meglepetés! Azt játszottuk, hogy csigák vagyunk. Lehetünk mi is csigák. Sajnos nincs elég kosár mindannyiótok számára. De lehettek valami más, ami szintén a kertben található. Répa? Rebeka nyuszi szereti a répát. Nem Rebeka, nem répa. Gyertek ide. Mi ez az ümmögés? Abból a kis házból jön. Nagypapi, miért bugoljon furcsa hangon az a takaros kis babaház? Az nem babaház, Peppa, hanem a méhek háza. Úgy hívják Mékas. Nézzétek, itt van egy. Fogok egy bélyegzőt, és lepecsételem őket. Nyúl bácsinak remek munkája van. Lepecsételhetek valamit? Természetesen, keresek neked egy papírt. Itt van papír. Talán inkább egy üres lapot adok. Tessék. Ma élvezi a pecsételést. Nekem tetszik Nyúl bácsi munkája. Menjünk tovább. A következő Cica néni asztala. Szia, Peppa és Zsoli! Jó napot! Az én dolgom alakzatokat rajzolni a kompjúteren. Ó! Aztán ki is nyomtatom az alakzatokat. Itt van még egy másolat. Köszönöm! Cica néninek is nagyszerű a munkája. Én is megpróbálhatom. Hát szerintem most Zsoli jön. Igaz, Zsoli.
Most te dolgozhatsz. Zsoli kék háromszögeket rajzolt. Most kinyomtatom őket. Nekem tetszik Cica mama munkája is. Megmutassam az én asztalomat? Igen, kérlek. Ez papa malac asztala. Az én munkám igen bonyolult. Felírom ezeket a számokat, behelyettesítem őket, és mindenféle műveleteket végzek velük. Papa malac munkája nagyon fontos. Te is használsz bélyegzőt? Nem. Te is használsz kompjútert? Nem. Színes tollat viszont igen.